Életmód egészség. Benne egészséges táplálkozás, gyógynövények, vitaminok, betegségmegelőzés, hasznos tanácsok és bevált házi praktikák. Minden, amit testi és lelki egészségünkről tudni kell. Köszöntöm Önöket! Március a rák elleni küzdelem hónapja. Ebből az alkalomból a Topolyai Kishegyesi Községközi Rákellenes Társaság számos aktivitást szervez, többek között ismeretterjesztő előadásokat tartanak a különböző rákos megbetegedésekkel kapcsolatban. Műsorunk vendége dr. Sétáló József tüdőgyógyász, a társaság egyik orvosa, az EUMED Poliklinika társtulajdonosa. Szeretettel köszöntöm műsorunkban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mai műsorunk témája pedig a tüdőrák. Milyen gyakori a tüdőrák? Úgy tudom, hogy a betegek száma nemtől függetlenül állandóan növekszik. Milyen gyakori a tüdőrák? Valamikor mi tüdőgyógyászok és a tüdőgyógyászati rendszer a TBC-vel foglalkozott, és azzal voltunk legjobban lekötve. Ma a TBC-vel már nem sok gondunk van, hál' Istennek szépen gyógyítható is, és hát nem növekszik. És az a legveszedelmesebb és a leggyakoribb tüdőbetegségek közé most már a tüdőrák tartozik. A tüdőrák egy olyan betegség, amely nagyon agresszív betegség, amely a tüdőbetegségek között a leggyakoribb, amely a rákos megbetegedések, tehát az egész emberiség rákos megbetegedései között a leggyakoribb. Ez azt jelenti, hogy egy óriási számban jelenik meg, és hát ez a gyakoriság valamikor a férfiak vezettek, és most is még a férfiak közében a leggyakoribb, ellenben nagyon nagy tempóban szaporodik a hölgyeknél is, és valószínű köszönve annak, hogy ők is többet dohányoznak, ők is ugyanazt a nem egészen mindig tiszta levegőt szívják, és ők sem vigyáznak eléggé az egészségükre. Milyen életkorban a leggyakoribb ez a betegség? A tüdőrákos megbetegedések, és a tüdőrák maga tulajdonképpen 50 és 70 év között a leggyakoribbak. Az nem jelenti azt, hogy 40 éves korban is, 40 éves korban is körülbelül 10%-a a tüdőrákosoknak, tehát 40 év körüliek, vagy 50 és 40 év között, még az alatt is van, hát persze az azért kis százalékban. A leggyakoribb és a legnagyobb koncentráció az a 60 év, tehát a 60 év körül van a legnagyobb százalékban a tüdőrák. Ahogy mondottam, a nemeknél hát még mindig lemaradnak a hölgyek, de nagyon nagy tempóval igyekeznek is, és be fogják hozni hamarosan a férfiakkal a versenyt. Van ennek valami magyarázata, hogy a 60 év körüliek kapják meg leggyakrabban ezt a betegséget? Én azt hiszem, hogy a magyarázata egyedül az, hogy ha megkérdezzük, hogy tulajdonképpen melyek a kockázati tényezők, amelyek előidézik a tüdőrákot, akkor a dohányzást tesszük az első helyre. És a 60 éves ember már, az, aki dohányos ember, az, aki erős dohányos, aki naponta 20-30-40 cigarettát elszív, az rendelkezik már egy 20-30-40 éves dohányzási sztázsa, dohányzási praxisa, ami elegendő ahhoz, hogy kellő károsodást a szervezetben, azaz, hogy a tüdőben elérjen. A tüdő a mellkasban helyezkedik el, két tüdőszárnyban, jobb és bal, jobbról három, balról két lebeny is. Lényeges az, hogy a hörgők, a főhörgő osztódik jobbra, jobb és bal ágra, majd később, mint ahogy a fa osztódik, úgy mind kisebb és kisebb ágakra, és ezek az ágak
nagyon nagy felülettel egészen a légző borokig, légző bolyig jutnak el, és az ott történik a légcsere, tehát ott történik az, hogy az oxigén felszívódik a vérbe, és a széndioxid átjön a légcsatornába, és azáltal hát kilélegezzük. Na most, mivel ez egy óriási nagy felület, a tüdőn keresztül a szervezetben nagyon nagy mennyiségű levegő cserélődik ki percenként 15-16-ot lélegzünk, és az nagyon nagy lehetőség van arra, hogy a levegőben lévő szennyező anyagok bekerüljönek, és azok ott mint tényezők, tehát mint károsító tényezők hassanak. Tehát, mint mondottam, a dohányzás az a legkárosítóbb, legveszedelmesebb, és a legnagyobb százalékban a dohányzásnak köszönhető a tüdőrák. Az tüdőrákosok közül 90%-a dohányzó, erős dohányzó, tehát így 60 év körül már eléri azt a bizonyos periódust, amikor már hosszú ideje a dohányban, esetleg a cigarettafüstben lévő káros anyagok elvégzik a sejtek károsodását, amelyek ugye hát megbetegednek, és másképpen szaporodnak, és rákos sejtek kialakulnak, és ezek a rákos sejtek gyorsabban szaporodnak, és hát ezáltal alakul ki a betegség. A dohányzáson kívül milyen kockázati tényezők vannak még? Tulajdonképpen szintén a levegővel bejutó dolgok. Például van az aszbeszt, amire nem figyelünk annyira oda, vagy hát illene, hogy jobban odafigyeljünk legalábbis. A hajógyári munkásoknál mondjuk, hát itt Topolyán nem sok hajógyári munkás van, de ugyanakkor az építőiparban dolgozók nagyon sokat találkoznak ezzel az anyaggal, ami beszélnek is nagyon agresszívan hat ez a betegség, de ugyanakkor a nehéz fémek is, ugyanakkor a szénhidrogének, a benzin, a gázolaj, ezek mind kihatással vannak, és hát ezeket ugyan annyira, amennyire, hát ugye védekezünk, de azért hát tudjuk azt, hogy a kipufogógáztól kezdve a benzinkutak, vagy a kipárolgása hát lényegesen befolyásolja a levegőnek a tartalmát, ugye, és akkor ezáltal ezek a plusz dolgok, amelyek még kihatnak a tüdőrák keletkezésére. Milyen tünetei vannak? Mi az, amire oda kell figyelni? Jellemző a tünetekre az, hogy nem hamar jelentkeznek, tehát hosszabb idő kell. Nagyon sokáig a tüdőrák fejlődik, és még tünetmentes. Hosszabb idő kell ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy panaszokat okozzam. Tehát valójában nem veszük észre. A tüdőben ugye nagyon nagy hely van, ahol egy bizonyos valamilyen terizmé fejlődhet, nőhet, és a tüdőkapacitás még elég nagy. Az intoxikáció még nem elég nagy. Tehát a lényeg azért az, hogy mikor már megtaláljuk, mikor már úgy jelentkezik a beteg, hogy panaszai vannak, akkor szerencsénk kell, hogy legyen, még olyan helyen van, és még csak annyira fejlődött ki, hogy az kezelhető legyen. Hát mik a tüneteim? Legelőször is állandósul a köhögés. Egy embernek nem kell köhögni. Miért köhögjön? Dohányos emberek köhögnek, reggel köhög, és az állandósul, és mind gyakrabban, és köpetűrítéssel jár. Tehát ez már az egyik fő oka. Ha az a köpet, ne talán véres köpet, az egy következő dolog, amire nagyon oda kell figyelni. Tehát tulajdonképpen én azt akarom ezzel mondani, hogy ekkor már jelentkezni kell az orvosnál ezekkel a panaszokkal. Később a
rekedtség a más a következő jel, ami nagyon gyakran jelentkezik, és az szintén kötelezően orvoshoz kell menni. Tehát ezek már veszedelmes tünetek, majd jön a fulladás is, jön a fáradtság, az étvágytalanság, a fogyás, nem beszélve arról, hogy esetleg valahol csomók, nyirokcsomók megnövekedése jelentkezik, ami tapintható, és akkor hát ugye ezek azok a tünetek, amelyeket ha mind kivárja, akkor már félő, hogy előre haladott tüdőrákról van szó. Tehát itt is minél hamarabb akkor orvoshoz kell fordulni, talán az első gyanús jelre, hogy kizárják, illetve megerősítsék a betegséget. Milyen vizsgálatok szükségesek egyébként a tüdőrák gyanúja esetén? Amikor a beteg jelentkezik, és a legkisebb gyanú felmerül arra, hogy itt tüdőrákról van szó. Mondjuk egyik még egy lényeges jelentkezési formája az, hogy többször van tüdőgyulladás, gyakrabban van tüdőgyulladás, és ez a tüdőgyulladás mind hosszabb és hosszabb időt vesz igénybe, hogy kigyógyuljon. Ez is már egyik gyanúja annak, amit már az elébe említettem, a többi okot. Viszont többi tünetet. Viszont akkor, amikor a legkisebb gyanú van rá, szigorúan természetesen röntgenfölvételt készítünk a mellkasról, majd egyéb, tehát mivel már említettem, hogy a tüdőrák az egy nagyon agresszív betegség, nagyon könnyen metasztázisokat, átéteket képez, ezért nem csak a tüdőt kell vizsgálni, hanem szigorúan vérvizsgát kell csinálni, szigorúan az egész hasi ultrahang vizsgálatot meg kell csinálni, vagy pedig panaszoktól függően egyéb testrészeket és egyéb szerveket is meg kell nézni. A másik dolog pedig az, hogy hát úgynevezett komputeres tomográf fölvételt kell csinálni a mellkasról. A CT-nek nevezik ezt népszerűen. Ez hát persze nagyobb központokban van, és igazából pontosan és nagyságát, helyét, helyezkedését, érintkezését más szervekkel csak a CT-vel tudjuk megállapítani. Most ez olyan dolog, hogy nagy kérdés, hogy ezzel befejeződött-e, mert nem. Ezzel mi még nem tudjuk azt, hogy milyen típusú rákról van szó, ez még nem tudjuk, hogy mi a teendője az orvosnak, és ezért az úgynevezett hörgő tükrözést is meg kell csinálni, ami tulajdonképpen abból áll, hogy hát bizonyos gépezettel, szerkezettel, világítással bejutunk a hörgőkbe, és azokon a részeken, ahol látható az elváltozás, veszünk ki anyagot, és azt az anyagot mikroszkóppal átvizsgálva megállapítjuk azt, hogy milyen típusú rákról van szó. Tulajdonképpen miért kell a mintavétel? Azért kell, mert a ráknak a típusa az meghatározza majd a terápiát. Hát én csak úgy, hogy milyen szövettani típusokat ismerünk. Ezt, amit tulajdonképpen már ezzel a bronchoszkópiai vizsgálattal tudunk csak megállapítani, vagyis hát utána a szövettani vizsgálattal. Ismerünk úgynevezett nem kis sejtes tüdőrákot és kis sejtes tüdőrákot. Tehát ez a két nagy csoport létezik. Leggyakoribban a nem kis sejtes tüdőrák, és mondhatom, hogy az 80-85% az összes tüdőráknak ide tartozik, és a 15-20% pedig a kissejtes tüdőráknak. Ez nagyon fontos, mert valóban a kezelés, a gyógykezelés, a betegnek a vezetése már ettől függ. Van-e szűrési módszer a tüdőrákra? Az 50-es, 60-as években
70-es években, talán 80-asban is, nagyon rendszeresen végeztük a tüdőszűrést. Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy 3 évenként nagyon szépen szervezetten Kamenicáról érkezett egy ilyen autóbuszszerű röntgenkészülék, amelyikben benne volt ugye a röntgenkészülék, és akkor mindenkit átvizsgáltunk, de ez még nem a daganatok miatt történő vizsgálat volt. Tulajdonképpen a tüdőgömbkort kerestük, a TBC-t kerestük, mert hát akkor az volt az aktuális, és az volt a veszedelmes betegség a tüdőgyógyászatban. Ma már nem tudunk eredményt elérni ezzel a szűréssel. Azért, mert sokkal kevesebb idő kell a tüdőben a rákos megbetegedéseknek a kifejlődéséhez, mint a 3 év. 3 év alatt rengeteget elveszítik. Aztán próbálgatták ezt, emlékszem rá, hogy Újvidéken évenként csinálták, csak úgy tesztelés formájában, hogy mennyivel nagyobb eredményt tudunk elérni, mennyivel több rákos megbetegedést találunk meg időben, olyan értelemben időben, hogy még gyógyítható állapotban, hogy még esetleg operabilis állapotban, de az se kielégítő. Úgyhogy az egész világban mondhatom azt, hogy nem elfogadott, nincs elfogadott szűrésvizsgálat. Mi ugye azon a véleményen vagyunk, hogy a veszélyeztetett csoportnak, ezenek szigorúan évente kellene jelentkezni. Sajnos nem kötelező, nincs program, nincs így beállítva, hogy ezt csináljuk, de hát appellálunk mindenkinek a saját lelkiismeretére és az egészség érdekében, hogy évente egyszer mellkasfölvételt kell csinálni. Tehát mindenkinek a saját egészsége érdekében kell lépni, és milyen helyzetben vannak a passzív dohányosok? Hát sajnos a passzív dohányzás is egyik lényeges okozója a tüdőkarcinomának, mert hát a közelmúltig szabadon dohányozott mindenki a munkahelyén, ami azt jelenti, hogy a mellette lévő lehet, hogy 30-40 évet végig szívta, lehet, hogy még a családban is ugyanezt megkapta. Tehát ugyanazok a dolgok benne vannak a levegőben, amelyeket a dohányzó beszív és kifúj. Tehát tulajdonképpen megszűri ő egy kicsit, ugye valószínű maradnak a tüdőben, hogy ezek a dolgok, amelyek a káros dolgokat, káros elváltozásokat csinálják, de viszont nagyon sok jut belőle passzív dohányosnak, és ha nem is pont olyan százalékban, de a passzív dohányosok is ki vannak téve annak, hogy megbetegedjenek. Rohamosan közeledünk a műsoridő végéhez, ezért két kérdést teszek most fel. Az egyik az, hogy milyen lehetőségek vannak tulajdonképpen a tüdőrák kezelésében, a másik viszont az, hogy gyógyítható-e ez a betegség. 3 csoporttal tudom osztani a tüdőrák kezelésének a lehetőségeit. Természetesen már többször említettem, attól függ, hogy időben jelentkezik-e. Mi az, hogy időben? De hát minél gyorsabban, minél hamarabb, minél korábban, annál jobb, mert annál kisebb terjedésű dologról van szó. Az első és az első helyre, erősen az lóhosznyi első helyre kell tennünk a műtéti beavatkozást, tehát operációs terápiával a leghatásosabb a tüdőrák kezelése. Mit kell csinálni? Operálni kell, kivenni vagy már felsorolt részeit a tüdőnek lóbuszként, tehát egy-egy lóbuszt vagy kettőt, vagy az egész oldalt kivenni, az pneumonektóniának nevezik, és abban az esetben nagyobb szansz van arra, hogy teljes egészében a kóros anyagokat eltávolítjuk, és megszabadul a szervezet. A legtöbb túlélő, vagy mondjam úgy, hogy a rákos megbetegedést túlélő betegeknek a 90%-a műtéttel kezelt beteg. Tehát ez azt jelenti, hogy ők a legnagyobb szansuk van abban. De most ez nem jelenti azt, hogy a műtét mellett még esetleg egy ilyen megelőző,
tehát áttét megelőző, vagy sejtszinten ott maradt valamilyen elváltozást, amit nem láthatunk semmiféle vizsgálati módszere a szervezetben, esetleg másod, hogy egy sugár terápiát még nem fog kapni. Ugye ezzel persze mondom azt is, hogy a sugárterápia a másik dolog, az hát nagyon jól célzott, hát gamma-sugarakkal, ugye a klinikákon ezt szépen csinálják. Ez természetesen sosem nem, akármelyik terápia bevezetése, nem egy ember dolga, nem, ez egy csapatmunka, és oda szükséges a sebész, szükséges az onkológus, belgyógyász, és szükséges a radiológus, tehát a rádioterápiával foglalkozó egyén. A hademlésen még megmagát a nagyon gyakori, az úgynevezett kemoterápia, tehát ezek kémiai, vegyi anyagok, gyógyszerek, amelyeket hát infúzión keresztül adunk be, és ez az infúzió, vagyis hát maga ez a gyógyszer, árt a rákos sejteknek. Tehát az azt jelenti, hogy a rákos sejtenek a szaporodását, a növekedését, a táplálkozását csökkenti, és ezáltal azoknak a száma is csökken, és a daganat nagyon lassan össze, nagyon gyakran, hát lassan, összehúzódik. Ugyanakkor előfordulhat, hogy ilyen kemoterápia után esetleg még műtéti terápia is, pontosan az összehúzódása miatt, csökkenése miatt bevezethető, és akkor lényegesen rendeltünk rajta. Hogy ebből mennyit kell adni, hányszor kell adni, milyen hosszú ideig tart, az persze mind attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Tehát ez a három lehetőségünk van arra, hogy a tüdőrákot tudjuk gyógyítani. Az a másik kérdésem, hogy gyógyítható-e a tüdőrák? Részben válaszoltam, ugye, hogy a gyógyult, tehát ez azt jelenti, hogy a beavatkozás utáni, ilyen vagy olyan beavatkozás utáni időszak legalább 5 év, amikor azt mondjuk, hogy gyógyult betegről beszélhetünk, és ezeknek 90%-a, mint ahogy mondtam, sebészeti beavatkozáson esett át. És mit tegyen az a beteg, hogyha megoperálták, és a daganata egyensúlyban van? Igen, hát ez így két csoport a kérdésben. Tehát van a csoport, akit megoperáltak, és ugyanakkor előfordul az is, hogy más módszerrel kezelt betegek stabil állapotba kerülnek. Nem voltak operálva. Mind a kettő hosszabb időt vesz igénybe, hogy, tehát 5 évet, mint ahogy mondtam, hogy oda jussunk, hogy ezt. De nem csak az első 5 évben, később is. Ez a betegség nagyon agresszív, és nagyon gyakoriak a metasztázisok, az áttétek, ezért rendszeresen a bejegyzett és hívott vizsgálaton meg kell jelenni. Tehát itt szinte állandó valami ellenőrzésen át kell esni meghatározott időközönként. De bármi tünetet észrevesz a beteg, és itt óriási segítséget tud nyújtani a saját magának a beteg. Talán ez az egész beszélgetésünk is egyik fő célja a beszélgetésünknek az, hogy az ember legyen tudatában annak, és nem lett másképp, legyen tudatában annak, hogy milyen betegsége van, hogy annak milyen gyógyítási lehetőségei vannak, hogy hogyan kell viselkednie, és hát persze akkor is sokat segít az orvosnak, sokat segít önmagának, hogy ezt a periódust ugye meghosszabbítjuk, és az életet meghosszabbítjuk, az élet minőségén javítani kell, és hát egyértelmű, hogy a legnagyobb sansza annak van, akinek a műtétet sikerült elvégezni, és főleg időben. Köszönöm szépen a beszélgetést, a kedves nézőknek pedig elmondjuk, hogy ha egészségükkel bármilyen gond van, bátran fordulhatnak Topolyán az EUMED poliklinikához, az Ifjúság utca 6-os szám alatt.